Sziasztok, kedves GameStar DVD nézők! Itt van velem Dave. Valóban. És hát megszokhattátok már, hogy ezek a videótesztek a DVD-n, ezek inkább ilyen beszélgetősek, mert amire ez hozzátok kerül, addigra úgyis már a Watch Dogs a csapból is folyik. Inkább arról szeretnék beszélni, hogy volt ez a hatalmas támadás a Watch Dogs irányában megjelenése napján, meg utána mondjuk egy hétig, de azért most már eltelt egy kis idő. Mi a véleményed erről? Az a helyzet, hogy nem csak a megjelenés után volt támadás, hanem nyilván közben is, tehát az a helyzet, hogy 2 éve váltottuk meg a kis jegyünket a hype vonatra, és ez a két év alatt rengeteg minden történt. És nyilvánvalóan érthető a játékosok csalódása, mert valóban nem azt a terméket kaptuk meg, amit egy E3-as demóban láttunk, de még a végén az is kiderül, hogy a WC tisztító csak a baktériumok 95%-át pusztítja el. Úgyhogy sajnos ezzel mindenképpen együtt kell élni, viszont hogyha az ember nem vett részt ebben a folyamatos hype-ban, és nem kebelezte be mindent, amit a Ubisoft megpróbált lenyomni a torkán, és egy ilyen szemszögből nézi a Watch Dogs-ot, akkor teljesen jó, némi innovációval, sok ismerős elemmel, viszont egy tényleg kifejezetten jó játékot kapunk, amiben gond nélkül lehet belepakolni 50 plusz órát. És mindenképp azt ki kell jelenteni, hogy azért a Colonel Marines-os példák azért azok túlzóak, hiszen igaz, hogy a grafika tényleg talán gyengébb, mint vártuk, viszont azért szó sincs arról, hogy mint a Colonel Marines esetében itt egy 5/10-es játékot kaptunk, itt azért lazán egy 8/10-es játék. Az a helyzet, hogy egyértelműen, tehát aki a Colonial Marines-el próbálja meg összehasonlítgatni, az valószínűleg nem tudja, hogy mi is történt igazából a Sega és a Gearbox között. És a Gearbox ezt kiadta egy külső cégnek. Illetve ne felejtsük el, hogy tehát a Watch Dogs, amikor először bemutatták, akkor PC-re és múlt generációs konzolokra készült, ami egy 3 platformos fejlesztés lett volna. Csak hogy időközben ugye bejelentették a Next Gen konzolokat is. És onnantól kezdve ez már egy 6 platformos fejlesztés, ami azért lényegesen bonyolultabb, mint hogyha csak 3 platformra kellene koncentrálniuk. Tehát az is lehet, hogy ezek egyszerűen olyan döntések voltak időközben, hogy visszajöttek az effektekből például, mert főleg effektek hiányoznak, én úgy láttam, tehát a textúrákkal még nincsen semmi baj, tűéles, meg nagyon szép, tényleg olyan füstökből, meg fényekből van talán kevesebb. Igen, de őszintén szóval nem zavarom, mert a Watch Dogs PlayStation 4-en továbbra is gyönyörű, főleg esőben is éjszaka jön ki az a szépség, amiről beszélünk. A PC-s verzió valóban több az effekt, és nyilván jobban oda kell figyelni, hogy ezeket észrevett, hogy külön renderelt levelek vannak a fákon, meg ilyesmik. Viszont nyilvánvalóan rengeteg olyan probléma van a PC-s porttal, amit időközben nyilván próbál megoldani a Ubisoft is. Ugye a Uplay nem készült fel arra a 4 millió játékosra, aki megvette a Watch Dogs-ot így az első héten. És egyébként is a PC sport egy hát szokásosan sajnos most már mondhatjuk, hogy a PC-re megjelenő játékoknál általában azért nem hibamentesek, és reméljük, hogy 1-2 patch múlva már tökéletesen játszható lesz a játék, mert lényegében ez a hibája. Onnantól kezdve, hogy ki mennyi innovációt lát benne, kinek mennyire tetszik maga a Watch Dogs világa, vagy a hackkelés mechanizmusa. Innentől kezdve ez egy teljesen szubjektív dolog, hogy mennyire is tartja valaki jónak a Watch Dogs-ot. Szerény véleményem szerint ez egy nagyon jó open world játék, ami sok szempontból felülmúlja a GTA 5-öt, amivel nyilván mindig összehasonlítgatják. Egy lényegesen komolyabb történet és kifinomultabb küldetésrendszer, kifinomultabb fejlődési rendszer. Viszont nyilvánvalóan rengeteg olyan dolog van, amiben mondjuk más játékokból merít. Ilyen például a CTOS rendszerek meghekkelése, ami nagyon hasonlít mondjuk az Assassin's Creed Revelation-nek a Tower rendszerére, vagy a Far Cry 3-nak az Outpost rendszerére. A maga a mozgás, a karakter mozgása és az irányítás az egyértelműen Assassin's Creed-es, bár nyilvánvalóan azért nem az a parkűrös arc Aiden, mint amilyen Ezio volt mondjuk. Illetve ez a seamless multiplayer, amikor így át tudsz menni a másik játékába, ez egy kicsit olyan Dark Souls-os. Illetve ott van még a fedezékrendszer, illetve a kis kütyük használata, ami ilyen Splinter Cell-es. És erre egyébként rá is kérdeztem a fejlesztőknek, hogy sok ilyen dolog van, és ők azt mondták, hogy pont Jonathan Morin mondta, hogy
hogy szerinte ez igazából teljesen rendben van, mert a Ubisoft Montrealnál azért megvan az a luxusok, meg ugye a Ubisofton belül megvan az a luxusuk, hogy át tudnak menni más fejlesztő brigádokhoz, és megkérdezni, hogyha belefognak egy olyan problémába, amit nem tudnak megoldani, bekérdezni, hogy ők mégis mit csináltak vele. És ezt bele tudják építeni a saját játékban, nyilván a saját mechanizmusaikkal, mint a hackkelés mondjuk. És ez egy teljesen új látószögbe rakja azokat az ismerős mechanizmusokat, amiket nyilván már nagyon sokszor láttunk korábban. Igen, de hát ne felejtsük el, hogy amiket felsoroltál, azok közül csak a Dark Souls volt, ami nem Ubisoft játék, tehát hogy végül is ez tényleg házon belül maradt. Így van, és kijöttem a GTA 5-öt, mert nyilvánvalóan egy open world játékot csinálni anélkül, hogy valami hasonlóság legyen a GTA 5 és az adott játék között, az szerintem majdnem lehetetlen. A problémákra, meg amit említettél, tényleg csak egy kis türelem kell hozzá. Azon a napon, amikor megjelent a játék és livestreameztünk, azt láttátok is, ugye akkor tényleg nem tudtunk belépni, egész műsorot próbáltunk például belépni tabletről a Uplay-hez, hogy tudjunk így szórakozni egy kicsit, nem sikerült, de most eltelt egy hét, vagy még annyi se, és most például már lazán játszom két napja vele, és ettől se volt logolási problémám, tehát tényleg csak egy kis türelem, nyilván a PC-seknek még több kell a patch-ek miatt, de én nem hiszem, hogy heteknél sokkal több lenne szó, ha már két évet vártatok rá, akkor még lehetek türelemmel. Nem védeni akarjuk őket, mert tényleg mi fizetünk nekik pénzt, de azért egy 6 platformos fejlesztés azért az kemény dió. Így van, az a helyzet, hogy tényleg hátra kell lépni kettőt, elfelejteni egy kicsit a hype-ot és úgy leülni a Watch Dogs elé, mert akármennyire is nyilván nem volt hibátlan az indulás, illetve sőt, mondhatjuk, hogy problémás volt az indulás. Továbbra is vannak problémák, és van egy kis csalódottság és egy kis rossz szájíz, de ettől függetlenül a Ubisoft Montreal kitett magáért, és egy kifejezetten jó játékot rakott le az asztalra. Úgyhogy én úgy érzem, hogy teljesen megalapozott a 88%, de mindezt egyébként 6 oldalban le is írtam nektek egy kis interjúval, illetve Mocsi PC-s más véleményét is érdemes elolvasni, mert ő nyilván mindig egy egész más oldalról közelíti meg a dolgokat, mint én. Így is van. Játszatok a játékkal, ne foglalkozzatok a hatalmas hírveréssel, ami körülötte volt, hanem csak nyugodtan vegyétek meg, akár egy pár hét múlva, hogy a gondoktól is megszabaduljatok, és nyugodtan játszatok vele sok órán keresztül.